A Medúza, Rabló és Múmia mellett Albert Einstein és Picasso is megjelent a Fazekas utcai iskola farsangi ünnepségén. Az intézményben a hagyományokhoz híven az idén is a nyolcadikosok szervezték a bulit. Nagyon izgatottak, én a nyolcadikosokról tudok főleg beszélni. Az elején ugye a nyolcadikos kislányok kezdték a táncot, ők nagyon-nagyon izgatottak voltak, de szerintem a kisebbeknél meg az újdonság azért. Szerintem minden évben nagyon kreatívak, és mindig meg tudnak újulni, és újabb jelmezekkel jönnek a gyerekek. Sok időbe telt, mire kitaláltuk végre, hogy csináljuk meg. Először spagettinak indult, de végül is nem volt rá túl sok időnk, úgyhogy esőfelhő lett belőle. Én Múmia vagyok. És azért ezt választottam, mert ezt láttam könnyűnek, és ezt már régóta terveztem, hogy szeretnék múmia lenni. És igazából fásliból vagyok, meg harisnya van rajtam, és egy garbó. És a szemem hát meg ki lett festve, és igazából rendeltük a netről a sok fáslit. Nagyon tetszik, mindenkinek tetszik a jelmezem, mert mindenki különféle stílusban és különféle más-más öltözetekben öltözött, és mondjuk nincs olyan, aki mondjuk azt mondja, hogy a másikért rossz, mert, hanem mindenki azt mondja, hogy tetszik, mert miért nem. Azért római légiós, és azért választottam, mert most ezt tanuljuk töriből, és erre, hát ezt választottam. És hát megvettük a sisakot, a többit pedig megcsináltuk papírból, lefújtuk, és úgy összekötöztük meg. Ahogy minden évben az idén is kreatív, házi gyártású jelmezeket öltöttek a gyerekek, a zsűri pontozását követően pedig elkezdődött a táncos mulatság, ami szintén hagyomány.